műsorvezetőink ruháinak tisztaságáról a Tiszta Kék tisztító szalon gondoskodott. Tátott szájjal bámuljuk a munkát, ami már itt javában folyik a konyhában. Szerintem én megkérném Hegyi János, jó reggelt kívánok, hogy mutassa, Hegyesi János, bocsánat, hogy mutassa be szakácsunkat. Jó reggelt! Aki készíti az isteni ételeket. Megy az Istenet, nagyon csinos szakma, hölgyeim, úgyhogy ezt köszönjük szépen, nagyon-nagyon köszönjük. Hát jó reggelt! Nem biztos, hogy jól tesz az alakunknak. Dehogy nem. Jami Wending, hát Lánzsóból érkezett, ő a tésztaséfünk. Ami liszttel kapcsolatos, az ő kezén keresztül megy el. Aha. Egy jó kínai étteremben kellene, hogy legyen egy tésztaséf, tehát ez egy minimum. Külön-külön séfek vannak így minden étel típusra? Van, így van, egy tésztaséf, tudomásom szerint kevés séf van ma Magyarországon, amely a tésztaséf. Ő csinálja a tavasztekercset, húsos derejét ő csinálja, a tésztákat ő csinálja, tehát nincs hozott tészta a házban. De elképesztő, elképesztő technikával dolgozik. Mit készít? Most először egy ilyen cérna mertéletet fogunk csinálni. Ez az a tészta, ez az a tészta, amelyek a hossza 1 km kb. Ki tudnánk így húzni 1 km hosszúra? Így van, 1 km-re húzzák ki. És ez az, ami még nem spagetti vastagságú, még nem spagetti, már nem spagetti, és van a cérna metélt rész. Fú, mivel fogjuk ezt? Ma mit fogunk enni? Hát vagy? Ma tésztalevest fogunk majd elkészíteni. Akkor mit csak pizzázunk ma? De lesz kínai pizza is. Oh, nem tévedtem, jó. És most az olasz barátaimmal újat fogok húzni, és kapok majd megint a fejemre, hogy állítólag a pizza az ugye Kínából származik. Ja, hogy ezért? Na most ez vitatott dolog, de hát most el kell mondanom. Hát az olaszok szerintem vitatkoznának ezzel. Hát fognak is, amikor bejárok hozzájuk majd ebédelni. És olyan levest fogunk elkészíteni, ami tésztaleves, tehát egy alaplevet fognak hozzákészíteni, valami a végén kóstolnak. Eszköz, amivel ezt a vékony tésztát, nem, vagy nem, ő szeleteli, vágja? Nem, kézzel fogja csinálni, még egy percünk, hogyha van. Egy percünk, igen. Mi lesz egyébként a pizzán, hogyha már ott tartunk, hogy... És ilyenkor kínaiul beszélsz? Igen, muszáj van itt egy kicsit, igen. De jó, és tudsz rendesen? Nem, dehogy is. Csak a szakmai dolgokat? Úgy csinálok, mintha tudnék kínaiul. Jól látszik a kamerában, nem, dehogy is tudok. Alapszavakat, hogy anyukája hogy van, amikor ideges vagyok, miért csak tudok. És elmondtam reggel, hogy milyen szavakat nem használhat itt a tévében, és egy pár magyar szót. Kedves magyar barátok, megtanították a kultúra szavainkra. Igen, így van, az alap szavainkra. Mint mindenhol a világon. Amit használhat, hogy szinte olyan kevés, hogy azt nem is használja szinte. Kuncó. Kuncó. Már is készül a tészta. Hát ez elég hosszú ideig fog tartani, mire ebből a vastagságból eljutunk a célra betéltig. Segítségem most következik. Végén tészta már legyek. Jézusom, biztosan fogunk ma enni? Ja, hogy ő szem nélkül csinálja. Igen. És külön válik a tészta. Mária. Ez igen. Tessék megnézni a tésztát. Ezért ezt remélem, mindenki közelebb jött azért egy kicsit. Jó, ezt ugye letesszük. És még egyszer. A célamertélt most fog következni. Ez a színes mertélt volt egyébként, nem ezt beszéltük meg, de mindegy. Hát egész szerint értett a kínaimból valamit, más szájszlás beszél egyébként, csak az a probléma, másból nem lehet. Kell egy kis idő, amíg feldolgozzuk a látottakat. Igen, mennyit ott szemmel nem tudja csinálni. Jézus. Itt még nem spagetti, már nem spagetti. Cérna metél! Tessék kézzel meg! És el tudod, nem szakad el. És nem szakad el. Na jól van. Édes jó nagymamám. Tényleg hagyjuk dolgozni a mestereket. Vissza fogunk térni és megkóstoljuk az ételeket. Jövünk vissza. Köszönjük szépen.
Hát újra itt is, még itt. Így van, újra itt vagyunk. Egyes János és Yang Yuanding tészta séf, mert teljesen elkábítottak bennünket. De figyeled, ez nem is hagyományos, hanem háromszögben van. Ez jelent valamit egyébként? Én már elvesztettem a fonalat. Azért van, mert a végén lesz egy élet tésztán, tehát a keresztmetszet a tésztának egy háromszög alak lesz. Annak a pici vékonynak háromszög alak? Ha akkor tévedtünk. De nem, nyugodtan meg lehet nézni, fogjátok meg, és nézzétek meg, van éle vagy nincs a tésztának. Azaz, ez három, biztosíthatjuk a nézőket. Ez most felhasználjuk, vagy ez most csak csinálhatjuk? Igen, ezt most kiszedem, ami előtte volt. Aha. Ja, ez a kis spagetti szerint. Bármivel tudunk segíteni. Igen. Szeresen. És ez így néz ki, amikor elkészül. Aha. Nagyon jól néz ki. Ez az, ami már nem spagetti, de még nem cérna. Igen, és sült tészta lesz mindjárt a platin. Igen. És még van itt nekem, ha minden igaz, ilyen húsos dereje. Aha. Ez is Ráleteszek mindent, és csak csodálkozom. És a kínai pizzára is érdemes azért odafigyelni. Jaj, mert közben az is elkészült a kínai pizza. Elkészült a kínai pizza. És ezekben a tálakban mit tároltak? Ez a tésztaleves van. Ebben van a tésztaleves. Ez úgy néz ki, hogy a kínai fűszereket, kínai só, csirkesó, egyéb kínai fűszereket, csípős olajat és a fokhagymát teszünk a tányér aljába, az edény aljába. Ezt felhúzunk forró vízzel. Hagyjuk állni a fűszereket a forró vízbe. Uh-huh. Amikor kifőtt a tészta kb. 2 perc alatt, áthelyezzük ebbe, uh-huh. és megspékeljük a tetejét kockára vágott marhahússal. Aha, kis marhahús. Igen. Ez már megvan főzve előtt. A feladatunk a következő, ugyanezt végig kell csinálni, ilyen ütemben pálcikával. És ezt pálcikával eszik egyébként, tehát ez így néz ki, mert megkever, és akkor így fogyaszt. És akkor a levével mi van? Azt meg utána meg is. Vagy szívószálat, tehát ami szimpatikus, csak itt volt a szívószál, nem kell komolyan menni. Aha, tehát ezek a nálasz. Nos, a kínai pizzát is felvágnánk akkor. Ez hogy néz ki pontosan? De itt a töltelék a lényeg, ugye? De van benne igen. valami. Igen. Gigabélezi vágod eszkánkat. Ugye ez a fegyver van, kés van nálam, vigyázzunk. Aha. Az illata biztos, hogy nagyon jó, ezt tolmácsolhatjuk. Ajjajaj, és milyen nehéz. Mert hogy töltött pizza a kínai pizza? Igen. Hú. Mivel van ez töltve egészen pontosan? Hát mikor, mivel? De most ez most hússal, sertéshússal, tessék belenézni a belsejébe, így néz ki. Ó, de jól néz ki. Nem csalás, nem ámítás. Hello. És amit még fontos tudok megmutatni, a tésztát kézzel csinálta, nem csalt, ergo megmutatjuk a szakácskabát ujját, tehát nincs semmi a, így utólag, tényleg nem volt semmi a kezében. És tényleg háromszög alakú a tészta, hát bízunk benne, igen. Igen, ez a dolga ezzel még nem tudtunk napig nem. Időt érni a fölött, azt hiszem. Szerintem sokan. Hát nagyon-nagyon csodával szépen köszönjük a segítséget. Nagyon-nagyon köszönjük. Nem volt ez annyira csodával határos, mert bámulatos ügyességgel dolgoztatok. Úgyhogy köszönjük szépen, mi pedig hamarosan meg tudjuk kóstolni, mert hogy lassan véget értem a csak csajokat. Köszönöm, hogy itt lehettünk. Holnap még jövünk, ne aggódj. Holnap még várjuk Önöket pénteken is izgalmas témákkal, de nagyon köszönjük, hogy ma velünk tartottak, úgyhogy legyen szép a napjuk, várjuk Önöket holnap. Viszlát! Műsorvezető.